Erős vár a mi Istenünk, áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldjon az Úr. Szeretettel köszöntök mindenkit Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet lelkészeként a nagy templomunkban. Egy álom valósággá lett. Több mint 10 évvel ezelőtt Andorka Eszter, aki mindenkit úgy ismer, hogy Esztus, aki evangélikus lelkész volt, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség titkára, a templomok akadálymentesítését célzó mozgássérültek pasiókörútjának megszervezője, illetve az úgynevezett bárkaház megvalósításának álma valóra vált. Tragikus körülmények között fiatal lelkésznő emlékét tiszteletben tartva néhány másodpercig maradjunk csendben. Egy álom valósággá lett, amikor először mutathattuk be Manyarcon mozgássérült testvéreinkkel, akik még most is itt vannak közöttünk, és sajnos vannak, akiktől már el kellett búcsúznunk, de emlékük bennünk él, és teológus társaimmal együtt a pasiót mindannyiunk szívében elevenen él, és azóta is minden egyes pillanata, jelenete, amikor a nagy hét készülődésére, húsvéti nagy hétben az elcsendesedésre készülünk, mindig előttünk van. Egy álom valóra vált, és azóta Esztus álma óta a Mevisz bárkások önkéntesei, szervezői, munkatársai és mindenki, aki itt van és évről évre tovább álmodják Esztus elképzeléseit, hiszem és tudom, hogy Istenünk áldása van minden igyekezetükön, minden szolgálatukon. Az álmot ezen az alkalmon tovább álmodtuk. És itt vannak és itt lehetnek közöttünk sikert testvéreink, akiknek jeltolmács segítséget. És látássérült testvéreink, akiknek audionarráció segítséget is tudunk és tudtunk biztosítani. Hogy ezen a mai estén együtt lehessünk akadálymentesen, hogy ezen az estén tovább álmodjuk és megvalósítsuk az akadálymentesítést, hogy mindenkihez eljusson, hogy ki az, aki az életét adta mindannyiunkért, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. Szeretettel köszöntjük Mevisz Bárka pasiós csapatát, és így az elnökét is, Száz Dorkát, és most őt kérem meg, hogy mutatkozzanak be. Dorka előrelép. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész Mevisz Bárka nevében a ma este egybegyűlteket. Kicsin csapatunkkal Budapesten járjuk be idén a gyülekezeteket, és hozzuk, reméljük közelebb az emberek szívéhez Urunk szenvedés történetét. Osztottunk a padsorokba éneklapokat, amelyeken a darabban elhangzó énekek szövege található. Örülnénk és bátorítunk mindenkit, hogy énekelje velünk. Ezeket a végén szívesen összeszednénk, de ha valakinek nagyon megtetszik, akkor elviheti természetesen. És fogadják sok szeretettel, és zárják a szívükbe ezt a ma esti megjelenését és újragondolását annak, hogy mit is tett értünk Jézus Krisztus. Dorka hátra megy, a lelkésznő újra előre lő. Ezen a mai estén mindannyiunkhoz szól Istennek igéje. Mindannyiunkat meg fog érinteni, amit itt fogunk látni és hallani. És így köszöntöm szeretettel mindannyiunkat. Ezen a nagy héten, a Rákospalotai Evangélikus Nagy Templomban.
Így köszöntöm szeretettel Szluka Lídiát, vak énekművésznőt és diplomás kántort is, aki ezt az alkalmat az orgona játékával kezdi, illetve az evangélikus énekes könyvünk 208-as énekének első, második és ötödik verszakát fogja énekelni. Utána nézhetjük meg a passiót. A passió után együtt elmondjuk az Úrtól tanult imádságot, és az áldás után ismét Szluka Lídia fog orgonálni, mely közben kedves testvérek el tudnak búcsúzni a passió részvevőitől. Isten áldása legyen mindannyiukon, gyülekezetem és presbitériumom nevében áldott feltámadás ünnepet kívánok mindannyiunknak. A lelkésznő ellép az oltár elől. Farizeusok gyakran hívták Jézust és a tanítványokat vacsorára magukhoz.
János. Jézus sokan csodálták, sokan sokfélét vártak tőle. Voltak, akik befogadták szívükbe, azonban sokan félreértették őt. Ahogyan az írás is mondja, az övéikhez jött, de azok nem fogadták be. Egyik este a poklos Simon házában voltak, ahol ez szintén jól látszott. Meggyógyítsam. Júdás. Miért kell a keletet így pazarolni, az eszedünk 300 témáig el lehetett volna adni, és szétosztani a szegények között. Jézus. Hagyjátok őt. Ne bántsátok. Hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek. Akkor tesztek jót velük, amikor csak akartok. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ő megtette, ami csak tőle telt. Testemet előre a temetésemre. János. Mindazoknak, akik befogadták őt szívükbe, lehetőséget adott, hogy Isten fiaivá váljanak. Hogy ezt igénytette, ehhez lássuk sorban az eseményeket. A szín változik, Jézus és a tanítvány. János. Uram, elközelgett a húsvéti vacsora ünnepe. Tamás. Mit szeretnél? Hová? Hogy készítsd a
Jézus. Menjetek be a városba. Találkozni fogtok ott egy emberrel. Ő mutat majd nektek egy termet. Ott készítsétek el nekünk. Vacsoraasztalnál. Körben Jézus és a tanítványok ülnek. Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ahová én most megyek, oda ti most még nem jöhettek. Elmegyek, hogy utat készítsek nektek. Tudjátok oda az utat. Tamás. Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt elmegyek közületek. Kenyeret vesz a kezébe. Íme a kenyér. Ez az én testem, mely ti értetek töretik meg. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A kenyér megtöretik. Körbeadják azt, és mindenki tör belőle. Jézus poharat vesz a kezébe. Íme a pohár. Az új szövetség az én vérem által.
mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Körbeadják a poharat, és mindenki kortyol belőle. Az emberfia elmegy ugyan, ahogy elrendelkezett. De jaj annak, aki elárulja. János. Valaki elárul téged, uram? Péter. Tamás. Júdás. Jézus. Te mondtad. Júdás elmegy. Jézus. Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem. Péter. Jézus. Péter. Bizony mondom neked. Mielőtt a kakas megszólal ezen az éjszakán, te háromszor tagadsz meg engem. Péter. Változik a szín az olajfák hegyén. A tanítványai köréből Jézus előre lép. Gyertek, üljetek le itt, és imádkozzatok velem. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Virrasszatok és imádkozzatok. Jézus elvonul imádkozni.
Jézus visszamegy a tanítványokhoz, és mondja. Hát egy órát sem tudtatok virrasztani velem. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek kész ugyan, ám a test erőtelen. Virrasztatok és imádkozzatok. Íme közel, aki elárul engem. Jézus. Barátom, hát ezért jöttél? Ez a ti órátok? A sötétség hatalmának ideje. Főpap. Fogjátok meg, vigyétek! Jézust a katona elvezeti. Változik a szín. Három szolga, és Péter beszélgetne. Az első szolga. A második szolga. A harmadik szolga. Állj, nem is bánom. Őt is csak utol érte a sorsa. A második szolga. Az első szolga. De nézzétek csak! Összenteltem vele? Péter. Én elhoz. Hogy hallgatottam ilyen? A harmadik szolga. De igen. Én is láttalak már vele. A Péter. Ember. Nem is ismered ő. A második szolga. Én közigéről vagy kitegyek a vállalatban. Péter. Soha nem láttam. Változik a szín. Jézus egy katona kíséretében a főpap előtt. Ki vagy te? És milyen hatalommal teszed azt, amit teszel? Jézus hallgat. Főpap. Az élő Istennek kényszerítele, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a megígért messiás. Jézus. Én azért jöttem e világra, hogy tanúbizonyságot tegyek az atyámról és az igazságról. Mindig a templomban és a zsinagógában tanítottam.
semmit sem mondtam. És aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Isten károlta! Mi szükségünk van még arra, hogy tovább hallgassunk? A pap kivonul. János. Annás ekkor Kajafáshoz küldte Jézust, másnap pedig Pilátus elé vezették. Minek utána Pilátus nem talált benne semmi vétket, elküldte Heródeshez. Változik a szín. Jézus egy katona kíséretében Heródes előtt áll. A katona. Nagy Heródes, Pilátus kérjél, hogy érkezz belőle, nem? Heródes. Szóval te lennél a zsidók királya, a megígért messiás? Hát, ha valóban te vagy az, akkor tégy nekem valami csodát. Karba font kézzel néz. Nem hallani pontra, tégy csodát. Vigyetek is a Pilátushoz, bölcsödő. Heródes távozik. Változik a szín. Jézus Pilátus előtt áll. Pilátus. Nem érted, hogy hatalmam van elbocsátani vagy elítélni, és nekem nem felelsz? Jézus. Semmi hatalmat sem lenne felettem, ha felülről nem kaptad volna. Pilátus. Majd most halálozatot tanulsz. Vigyétek! A katona elvezeti Jézus. Változik a szín. Pilátus a tömeghez szól, melyben papok is állnak. Oldalt Jézus, véres ingben, fején törvés koszorú. Pilátus. Emberek, semmi bűn nem találok ebben az emberben. Szokás nálatok, hogy húsvétkor egy elíteltet szabadon bocsássunk. Akarjátok-e, hogy Jézust, az ember fiát bocsássuk-e szabadon, vagy inkább Barabást, a rabót és gyilkost? Választhatok! A tömeg. Barabást! És Jézussal mi legyen? A tömeg. Pilátus. A ti királyotokat feszítsen meg? A tömeg. Nem királyunk van, hanem császárunk. Pilátus. Tegyetek vele, amit akartok. Én mosom kezeimet. Vigyétek! A tömeg szétszéled, Jézust elvezeti.
Jézus. Asszony, íme a te fiad, János, íme a te anyád. János. Ettől a naptól fogva házamba fogadom őt. János elvezeti Máriát. Jézus. Szomjazom. Egy katona pálcát, szivacsot emel Jézus szájához. Jézus. Beteljesedett. Jézus meghal. Katona. Bizony, ez Isten fia volt. Jézust leveszik a keresztről, és elviszik. Kereszt és a ráakasztott töviskoszorú a színen marad. Alatta üres kerekes szék. János. Utált volt és megvetett, a fájdalmak férfia és betegségek ismerője. Aki elől elrejtettük arcunkat, pedig a mi bűneinkért szúrták át, és a mi gonoszságainkért törték össze. Békességünknek büntetése rajta van, és ő által nyertünk boldogulást. Világot.
A lelkésznő lép előre. A színészek levonulnak a színpadról. Uram, szemet adtál, hogy meglássam a másik embert. Uram, fület adtál, hogy meghalljam a panaszát is. Uram, lábat adtál, hogy sorsos útját elkísérjem. Uram, kezet adtál, hogy elestében fölemeljem. Uram, szívet adtál, hogy befogadjam és szeressem. Uram, nem hiába ajándékoztál meg ezekkel. Uram, buzdíts, hogy használjam és megköszönjem. Így kérünk téged, hallgass meg minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig vegyétek az Úrnak áldását. Az Úr legyen előttetek, hogy a jó utat mutassa nektek. Az Úr legyen mellettetek, hogy titeket karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögöttetek, hogy megvédjen a gonosz cselvetéseitől. Az Úr legyen alattatok, hogy felfogjon, ha elesnétek. Az Úr legyen ti bennetek, hogy megvigasztaljon, ha szomorúak vagytok. Az Úr legyen körülöttetek, hogy megvédjen mindentől titeket. Az Úr legyen fölöttetek, hogy megáldjon minden nap titeket. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.